Molnár Pállal, a Városgondnokság vezetőjével a villamosúti épületük előtt beszélgettünk a beruházásról. Mint megtudtuk, a felújítás elkészült, a használatba vételi engedélyezés van folyamatban. A beruházó nagyon jó minőségben elvégezte a felújítást. Örömmel jelenthetem be, hogy gyakorlatilag a beruházás az elkészült, üzembehelyezés, használatba vételi engedélyezés van folyamatban, de a kollégáimmal végigjártuk már, nagyon jó minőségben elkészítették a beruházók a épületet, és bízom benne, hogy a használatba vétel során sem lesznek problémák. Aki bejön az udvarra, már szembetűnő a változás, hiszen az épület a kor követelményeinek megfelelően alakították át, amely az előírásoknak is megfelelnek. Akadálymentes bejárat, mosdók, ügyfélváró kialakítása is megtörtént. Természetesen a kor követelményeinek megfelelően át kellett alakítani, van azért zárt rész is benne, de úgy gondoltuk a tervező során, hogy vannak részek, amiket úgy kell áttervezni, hogy a munkát minél jobban elősegítsék, valamint vannak előírások, akadálymentesítés bejárási lehetőség, mosdóknak a kialakítása, valamint egyéb olyan ügyfélváróknak a kialakítása, ahol a higiéniás körülményeket megfelelőképpen lehet biztosítani. A használatba vételi engedélyezés befejezése után még vannak feladatok. Ilyen például az árnyékolók, illetve a bútorzasz beszerzése. Ennek költségét az önkormányzatnak kell majd a költségvetésből biztosítani. A műszaki átadás az természetesen már megtörtént, most a használatba vételezésnek a folyamata van. Ez attól függ, hogy mikor tudunk átköltözni majd, vagy az egyéb költséget hogyan tudja az önkormányzat biztosítani, ugyanis az épület elkészült, belső burkolások rendben vannak, ki van minden alakítva, de hát ide bútorzat kell, árnyékolás technika. Amint ez megtörténik, visszaköltöznek a Táncsics körútról a megszépült épületbe.